Gőzerővel zajlanak az előkészületek Londonban a szombati koronázási ünnepségre. Erre utoljára 70 éve volt példa, II. Erzsébet megkoronázásakor. Fiát, III. Károlyt a szokásosnál szerényebb körülmények között koronázzák királlyá. A ceremóniát egész hétvégén színes programok követik, hétfőn pedig rendkívüli munkaszüneti nap lesz Nagy-Britanniában. Javában zajlanak az előkészületek és a próbák Anglia szerte. Szombaton koronázzák meg III. Károlyt, aki édesanyja II. Erzsébet szeptemberi halálát követően lépett az Egyesült Királyság trónjára. Az aranygömb hadművelet néven zajló koronázási előkészületek nem minden részlete ismert, de rengeteg érdeklődőt várnak az ünnepségekre a fővárosba. Van, aki már letáborozott a helyszínen, hogy biztosítsa helyét a nagyszabású eseményen. Azt mondták, hogy mi vagyunk az elsők. Ezt a királyért és az országért tesszük. Már alig várjuk a koronázási ceremóniát, mondta lelkendezve ez a férfi. Ünnepélyes körülmények között a hétvégén megérkezett Skóciából a végzett köve is, vagy más néven a koronázó kő. A 125 kilós erekét csak nem 1000 éve használják a koronázási szertartásokon. Károly a ceremónia nagy részében az ősi koronázási széken ül majd. A több mint 700 éves tölgyfából készült szék a legrégebbi bútordarab az Egyesült Királyságban, melyet még mindig eredeti rendeltetésének megfelelően használnak. Az aranyozott és selyemmel bevont széket úgy tervezték, hogy újrakárpitozásakor is benne legyen a királyok beiktatásakor használt történelmi szimbólum. A koronázási ünnepségen az előzetes hírek szerint maga a király is hangosan fog imádkozni. A keresztény szertartáson pedig most először más vallások vezetői is aktívan részt vesznek majd. Az eddigiektől eltérően ez lesz az első koronázás, amelyen más Nagy-Britanniában beszélt nyelvek is helyet kapnak, ugyanis a himnusz velszi, skót és ír dialektusban is elhangzik majd. III. Károly májusi koronázási ceremóniája elődjeinél jóval rövidebb, külsőségeiben pedig szerényebb lesz, és sokkal kevesebb, mindössze 2000 meghívott vendég jelenlétében tartják meg. A London közepén a parlamenttel szemben található Westminster apátság több mint 900 éve az angol-brit uralkodók koronázó temploma. A ceremóniát hagyományosan a Canterbury érsek celebrálja. 1953. június 2-án az akkor 27 esztendős II. Erzsébet királynőt, Károly édesanyját is itt koronázták meg. 1902 óta a koronázási napok végét az jelenti, amikor az uralkodó megjelenik a Buckingham palota erkélyén, ahonnan üdvözli alattvalóit. 70 évvel ezelőtt II. Erzsébet koronázását 27 millióan látták a televízióban. III. Károly ceremóniáját ennél jóval többen nézik majd.